Dr. Kertész Attila programtervező matematikus, a Nemzeti Kiválóság Program Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjasa. A matematikát nagyon szerettem, általános iskolában, középiskolában, és az informatika az úgy az átlag fiatal srác életében az jelen volt, tehát ez jött magától. És amikor a gimnáziumba el kell dönteni, hogy merre menjek tovább, akkor mentek ezek az ötödölös játékok a rádióban, a palikékkal, ahol mindig, amikor programtervező matematikus ellen játszott, akkor már fogta a fejét, hogy tuti ki fog kapni, és ez így is volt. És az is egy kicsit vonzott, hogy mivel tudnak ők többet, mint az átlagember. Tehát ha valaki így a matematikában és a számítás technikában elmér, akkor ilyen érdekes tudást ad el, szert, hogy mondjuk a játékokat jobban tudja játszani. Tudományos, fantasztikus, tudományos, fantasztikus pop, hatalmas, bombasztikus sok, a teremtő ismét alkotott. A felhőkkel körülbelül olyan 5-6 éve kezdtem el foglalkozni, amikor már kezdett kristályozódni, hogy miben nyújt újat ez a technológia, és hogyan használhatjuk a általam végzett korábbi kutatásokra, nevezetesen az elosztott rendszereknek a támogatására. Ami kihívás az az, hogy ezek az elkülönült felhőrendszerek tudjanak beszélni egymás nyelvén. Az üzleti felhők és az akadémiai felhők más megvalósítással rendelkeznek, illetve az akadémiai világon belül is vannak más-más szoftverrendszerek, amik elérhetővé teszik a felhőknek a működtetését. És ha eltérők ezek a szoftverrendszerek, akkor alapesetben nem tudnak kommunikálni egymással. Ha olyan megoldásokat dolgozunk, amelyek ezeket a fajta kommunikációkat elősegítik, akkor ténylegesen megvalósítható egy ilyen több felhőben futó alkalmazásnak a kép. Tudományos, fantasztikus, tudományos, fantasztikus pop, hatalmas, bombasztikus sok, a teremtő ismét alkotott. Az egyetemi és inkább már a doktorandusz éveimben nagyon sok európai uniós projektben vettem részt, ahol elég jó kompetenciákat gyűjtöttem össze a nemzetközi kapcsolatok terén, így arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lenne itt Magyarországon belül folytatni ezt a kutatást. Egyrészt, hogy népszerűsítsem ezt a területet, másrészt, hogy versenyképesek maradjunk Európában a felhőkutatások terén, és akkor részben a Pesten, a Stakiban, részben itt az egyetemen végzek felhőkutatást. Erkölcsi és anyagi megbecsülés mellett ez az ösztöndi lehetővé tette azt, hogy jobban odafigyeljek és szorosabban együttműködjek a hallgatókkal. Eddig is tartottam speciál kollégiumokat, viszont a hallgatóság bevonása a kutatásokban az nem igazán történt meg korábban. És ennek az ösztöndíjnak a keretében toboroztam hallgatókat, és jelenleg is 5 hallgatóval dolgozok együtt, akik folyamatosan részt vesznek a kutatásba, és a múlt fél évben, a mostani fél évben és vélhetőleg a következő fél évben is lesz egy ilyen diplomunkavédés, ami ezen témákon belül születik meg. Tudományos, fantasztikus, tudományos, fantasztikus pop, hatalmas, bombasztikus sok, a teremtő ismét alkotott. Készült az Európai Unió támogatásával, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából.